Üdv mindenkinek, Necrotim vagyok, és jöjjönek is Call of Duty Ghost, mégpedig Squad vs. Squad játékmód. Anno eléggé be voltam indulva ezzel kapcsolatban, amikor elkezdtem a trailereket felrakosgatni Facebookra, hogy mi is ez a Squad vs. Squad, és hogy egész izgalmas lesz. Röviden elmondjam a történetek azoknak, akik netán lemaradtak volna róla. Call of Duty Ghostban ezúttal nem Prestige rendszer van, illetve hát Prestige rendszer van, de egy kicsit másképp kapsz 10 katonát gyakorlatilag, és egyenként felfejlesztheted őket a ranglistán szépen magasra. Na most ezt a 10 katonát gyakorlatilag elviheted egy squad vs. squad vs. meccsre, magyarul te irányítasz egyet, a többit pedig a botok irányítják, hogy így mondjam, hülyén kifejezve, és az ellenfél is, bárki is az, eljön és elhozza az ő squadját, és meg lehet mérettetni, hogy kinek jobb a squadja. És ebből áll a játék. Gyakorlatilag eddig Domination és TDM-ben volt szerencsém. Előjáróban annyit, hogy azért volt olyan TDM, ahol a squadom nyerte meg helyettem a játékot, de most komolyan. És meg tudják nehezíteni a botok az ember életét. Abban igaza volt a játékkészítőknek, hogy ha valaki csipás, mondjuk botról beszéljünk természetesen, ha egy bot csipás, akkor az csipásként fog viselkedni, elbújik ki, valahonnan kempel, valahonnan kinéz. Ha valaki, valamelyik bot asszott fegyverrel mászkál, akkor az úgy is fog viselkedni. Rásol, időnként megáll, behúzódik egy sarokba, és kivárja, hogy elmenj előtte is lelő, pontosan, mint a kis kemper vukik. De komolyan mondom. És elég jól cselekednek, szóval pont amikor nem számítasz rá, pont ott lesz egy a hátad mögött, és pont lelőrme. Ebben azt hiszem, hogy így a készítők nem hazudtak, szóval csinálják a dolgukat, szóval tényleg, aki asszoltként viselkedik, a csipa csipaként, submachine-os submachine-gánként, a life machine-gán pedig egy afféle support szerepet játszik, tényleg támogatja inkább a csapatot, és tényleg nem semmi, ahogy együtt működik a rendszer, foglalják a pontokat, ez így eddig mindig rendben is volt a botoknál. Szóval okosan megcsinálták, és jó buli. Szóval azt kell mondjam, hogy fogom a squadomat, én igyekszem minél szépen összerakni, a múzsa squadomat, így fogom őket hívni, múzsa, van egy alfahím, és többi mind nő lesz, ők az én múzsáim, és velük fogok játszani, később majd tervezek ezzel kapcsolatban is egy műsor, de majd ha eljön ennek az ideje, és ennek ti is a részesei lesztek, ezt már most el tudom mondani nektek. Szóval, de eddig előjáróban azt kell mondjam, squad milyen squad tetszett, bár most arra már tudjátok, hogy nincs rossz véleményem a Call of Duty Ghostról, és azt mondom, hogy adrenalin szempontjából, hogy le kell győzni a másik ellenfélnek a squadját, és plusz még le kell győzni a másik ellenfélt is, szerintem úgy elég izgalmas lesz, hogy megmérettetem, az, amit te csinálsz, amit te képviselsz, amit te játszol, az bevetésen van, és megmérettetik egy másik ellenfél és squadja ellen. Szóval szerintem ez nem rossz. Kicsit rátérve a killstreakekre, alapkillstreakeket játszom, amióta megjelent a játék, abban a pár órában nem akartam változtatni a killstreakeken, Satcomról annyit ugye a mostani UAV, nekem ez egy kicsit nem jött be, nem annyira nem jött be, mert hogy nem fedi le a teljes pályát, így aztán könnyen meglepnek, hátba lepnek, amikor számítanék az UAV-ra gyakorlatilag, úgyhogy most az UAV kicsit lehet kikerül a repertoárból, segítség tud lenni, az biztos, de azért meg tudnak lepni, az az igazság, és a perkekkel már olyan szinten el tudod magad rejteni az UAV elől, hogy gyakorlatilag most egy kicsit nincs annyira jó haszna, mint régebben. Nos, Riley, a kutya. Istenem, szóval, hát az ember legjobb barátja, de valahogy ebben a játékban annyira nem lehet kihangsúlyozva, sajnos, azt kell, hogy mondjam. Így, az ember legjobb barátja morog meg ugat, amikor az ellenfél közelében van, ez kurva jó. Tehát ezt így meghallom, és akkor tudom, hogy valaki van a közelben, és ez tetszik, és ez jó dolog. De az az igazság, hogy a killeket mindig akkor hozza, amikor nem kéne. Vagy miután meghalok, vagy amikor szemből lövök valakit, akkor a hátam mögött lévőt azt nem szedné le. Vagy nem tudom ti, hogy tapasztaltátok, volt ismerősöm, aki azt mondta, hogy ezen a pályán neki összeszedte a Juggernaut maniákat is, ami viszont elég jó dolog, azt hiszem, de nekem valahogy még nem
sikerült összeszedetni vele semmit, de így miután lelőttek, azután büszkén megölte az ellenfelet, és vonyított, hogy ő milyen jó kutya, de sajnos annyira nem jó kutya. Úgyhogy Riley, végül is csak 5 kill streak Riley, úgyhogy miért is lenne annyira jó, de egy kicsit lehetne jobb is, egy kicsit vigyázhatna jobban az ember hátára, és nem tudom, egy kicsit lehetne aktívabb is, de hát ha ezzel még kezdenek valamit. De amúgy tetszik, hogy ott ugrabugrál egy kutya körülöttem, szóval ez így rendben van, meg hát amint látjátok, lelövik, és akkor tudom, hogy ott van valaki, mert lelőtik a kutyámat. Ami elég embertelen dolog, azt hiszem. Szóval a Juggernaut Maniac arra is rátérve, hogy izgalmas, 10 killstreakért adják ezt a killstreaket, hogy úgy mondjam, vagy pointstreakért, vagy ahogy nektek tetszik, mert foglalásért is kaptok pontot, illetve ugye könnyebben elérhetitek a killstreakeket. Szóval 10 killstreakért lehet elérni a Juggernaut Maniacot, ami a be kell vajon, azért nem könnyű 10 killstreakeket összeszedni minden nap, nem szedünk össze, de hogy mi, hogyan is lehet játszani ezzel a Juggernauttal. Ugye mikor lőnek, már nem gyógyulsz, szóval elég okosan kell menni, nem olyan halhatatlan, most épp azt akartam kipróbálni, mennyire halhatatlan, Riley-t egy késből nem lehet megölni, mert Riley szuper katona. Szóval nem annyira halhatatlan, most azt akartam kipróbálni, hogy mennyire bírja a golyókat, de azért nem, azért trükkösnek kell lenni, szóval nem szabad fejjel belerohanni a Juggernauttal így a golyókban, mert bírja, de annyira nem jól bírja, szerintem egy másfél tárral ki lehet lőni a Juggernautot, így aztán az első bár bekapott golyó után már nem is nagyon bírod a dolgokat, olyan leszel, mint egy normális katona, így aztán annyira nem effektív, hogy úgy mondjam, tehát legalábbis úgy nem effektív, hogy szembemész a golyókkal, tehát úgy felejtsétek el. Trükközni kell, ki kell kerülni, meg kell kerülni, be kell mászni föl, le kell ugrani, és úgy, és akkor úgy effektív, és úgy élvezetes vele játszani. További a kiszikekre azt hiszem annyira könnyen nem adják, ami jó, az asszolt kiszikeket, tehát ami egy jó dolog. Olcsón sem lehet őket megvenni, ami szintén egy jó dolog, főleg a supportokat, legalábbis a magasabbakat már egész drágán adjak, ami szerintem is egy jó dolog, szóval játszani kell, gyűjteni kell, gyakorolni kell a killstreakekért, és amire eljutsz oda, hogy meg is vedd őket, annyira szerintem már leszünk is jók, és leszel is jó, hogy menjen, de nagyon eltértem. Tehát röviden itt a killstreakekről, a három alap killstreakről, ami ugye a többi killstreak tök jól néz ki, és marha élvezetes velük játszani, eltalálták, és rendben vannak a support killstreakek is, assault killstreakek is, eddig tökéletesen megfeleltek, legalábbis az elmúlt pár óra játékom alatt. Nos, lassan a játék a végére közeledik, azt hiszem kibeszéltem, Squad vs Squad, élvezetes játékmód, tényleg ajánlom kipróbálásra. Nem arról van szó, hogy botok ellen játszol, nem, vannak botok, és van egy frankó ellenfél, és higgyétek el, hogy a botok meg tudják nehezíteni a dolgodat, mert tényleg, ha nem könnyű, nem azt mondom, hogy nehéz őket lelőni, mert nem nehéz, le lehet őket lőni, de meg fognak lepni, szóval azért érdemes felkészülni, nem érdemes lebesülni őket úgy, mint a Black Ops-ban, Black Ops 2-ben, mert itt mások egy kicsit, nem lehetetlen őket lelőni, nem is nehéz őket lelőni, de viszont meglepőek tudnak lenni. Tudod, pont amikor elérnéd a legmagasabb készekedet, pont akkor fog egy meglepni, és akkor viszont föltös csapod az egeret. Ez halálbiztos. Szóval ebből a szempontból nem fejjel rohanni a falnak, mert nem tudhatod, hogy mikor futsz bele, ráadásul a valódi ellenfélbe. Szóval adjál bele apait, anyait, mint egy multiplayernél, főleg mert a te prestige, ez a te squadod, ki hogy fogja föl ezt. Én úgy fogom fel, hogy a squadomat szeretném jónak betudni, és jók legyenek, de mondom, élvezetes tud lenni a játékmenet, mindenkinek ajánlom kipróbálásra. Nem baj, hogyha nem oldottad föl az összes emberedet egy squadban, mert a játék randomokkor is berakja az összeset, akikkel játszani kell, szóval nem baj, hogyha nincsen meg egy-két
ember a squadodban, itt is úgy játszottam, hogy nincs feloldva gyakorlatilag mind a 10 katona, mert drágák, tehát nem úgy lehet, csak úgy, hogy megvan a 10 katona, de nem gáz, mert így is lehet játszani, mert berakja a játék a többi embert is, és jól játszanak, foglalnak, és ölnek, és minden rendben, és tudják, hol az ellenfél, szóval érdemes a körül mozgolódni, de rendben vannak, mint játékmenet a botok, és tényleg meglepnek. Nos, azt hiszem elmondtam mindent erről a Squad vs Squadról, itt természetesen magasabb a játékélmény, hogy úgy mondjam azoknak, akiknek gyengébb gépük van, mert hát könnyebb ölni a botokat természetesen, de óvatosan kell velük bánni. Nos, köszönöm a figyelmeteket, a következő videód, ami még nem tudom mi lesz, Crank vagy Blitz vagy valami, rátok bízom. Várom a véleményeteket, aki még játsz a Squad vs Squadot, és hogy tetszett neki a játék, és hogy mennyire volt izgalmas számára. Következő videóig pedig sziasztok!